Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapjával, egy csokor virággal, valamint egy dobostortával lepte meg Gáspár Sándor önkormányzati képviselő Varga Imrénét 95. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt 1925. január 5-én látta meg a napvilágot Makón. Szegény családba született, négyen voltak testvérek. A II. Világháború előtti időszakot elevenítette fel Évike néni, mikor a lélekcukrászdában dolgozott, 13 évestől egészen 21 éves koráig. Nagyon boldogan gondolt vissza azokra az évekre, még akkor is, ha 17 órát kellett dolgozni az év szinte minden napján. Nagyon szerettem ott különben. Nagyon szerettek a vendégök is. Nagyon jól éreztem ott magam. Vendégek is szerettek, a főnökök is, a munkatársak is, 28-an voltunk. És nem tudom, hogy máma van ilyen, de ottan egymás iránti tisztelet maximálisan volt. Úgy a munkatársak között, és nagyon szép volt ez, mint a főnökékkel. Évike néni ezt követően elvégezte esti tagozaton az ipari könyvelő szakmát is, majd a járási tanácsnál a gyámügyi csoportnál tudott elhelyezkedni. A gyereknevelés miatt felmondott munkahelyén, de amint nagyobbacska lett a csemete, munkát vállalt a makói termelőszövetkezetnél. Annyira megtetszett nekem ez a munka, hogy elmentem a mérlegképesre. Az már 3 éves volt. És összesen 22 évet dolgoztam a makói Kossuth TS-nél. És 40 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba. 40 éve nyugdíjas vagyok. Tegnap azt is megosztotta a vidám és jókedvű Évike néni, hogy szerinte a genetikán túl az életmód és az életkörülmények, amelyek befolyásolják az élet hosszúságát. Az ünnepelt születésnapját szűk családi körben tartotta, és bizakodik, hogy a kerek évfordulót is a családjával töltheti.